A Babits Mihály Kulturális Központ újra megnyitotta kapuit a látogatók előtt. A programok szépen lassan visszaállnak a régi, megszokott rendszerbe. Örömmel tájékoztatom a kedves közönséget, hogy 2020. június 22-től a Babits Mihály Kulturális Központ és a telephelyeink zavartalanul újra a régi kerékvágás szerint működnek. Így a főépület, a Kulturális Központ hétfőtől péntekig 8 óra és 20 óra között nyitva tart. Hétvégén pedig ugye rendezvényekhez igazítjuk. A Plac Ifjúsági Közösségi Tér is reggel 8 órától este 20 óráig nyitva tart, hétvégén pedig szintén a rendezvényekhez igazítjuk. A digitális jólét programpont várja azokat a kedves érdeklődőket, akik ugye a számítástechnika és a digitális világba szeretnének eltájékozódni. A veszélyhelyzet miatt elmaradt előadásokra, a jegyvisszaváltások azok ugye folyamatosan történnek. Azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokan élnek ezzel a lehetőséggel, és 2020. június 22-től augusztus 15-ig lehet a jegyeket visszaváltani nyitvatartási időben itt a Kulturális Központban. Ugye a jegypénztár minden nap 14 órától 20 óráig van nyitva. Az elmaradt előadások nagy részét bepótolja a Művelődési Ház, már több rendezvénynek is van új időpontja. Ezen kívül már sikeresen zajlanak a gyermektáborok az intézmény szervezésében. Most már túl vagyunk a Mesterségek Mestere, illetve a Hercegnős táboron. Most hátra van még a Grimaszka tábor, ugye július 6-ától 10-ig, jön a Varázsecset tábor július 13-ától 17-ig, szuperhős tábort fogunk szervezni augusztus 3-ától 7-ig, és kézműves alkotó tábort fogunk augusztus 10-től 14-ig szervezni. Úgyhogy jelentkezni és bővebb információkat szerezni pedig a gyermektábor@szexárdagora.hu címen lehet. Mindenkinek ajánlom ezt a kiváló tábort. Kis ajándékokkal készülünk a gyermekeknek, egyensapkával, kis babicsos szütyővel, kis babicsos kulaccsal, és természetesen nagyon kiváló ellátásban részesítik a munkatársaim a táborozni vágyókat, és arról nem is beszélve, hogy rengeteg élménnyel lehetnek gazdagabbak, akik ide jönnek, hiszen a mesterségeket és a különböző kézműves technikákat el tudják sajátítani itt a Kulturális Központban. Több ingyenes szabadtéri programot is szervez a Művelődési Ház az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával. Örömmel ajánlhatom a figyelmükbe a térzene programunkat. Ugye az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára Fekete Péter támogatásával egy új komoly zenei program kerül megvalósításra, ami ugye azt a célt szolgálja, hogy valamennyi 5000 fő fölötti településen visszahozzuk, és felcsendülhessenek klasszikus zenei kompozíciók, és a társadalom szélesebb rétegei számára népszerűsítse ezeket a régi dallamokat, így a komoly zene kerül most elsősorban górcső alá, így a parkokban, zenei pavilonokban, közterületeken hallgathatják ezeket a kiváló klasszikusokat. Összességében azt mondhatjuk, hogy a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. Működik közre ebben a projektben, és a Garai téren 16 órától rendszeresen minden szombaton találkozhatnak az érdeklődők ezzel a kiváló programmal. Örömmel ajánlom figyelmükbe a szexárdi szabadtéri kultúrperceket is, ami egy sorozat, és tulajdonképpen a szexárdi művészek, zenekarok, együttesek mutatkoznak be különböző tereken itt a városban, Szexárdon. Általában szerdán és szombaton, és eddig a Bartja Néptánc Együttes, a Human Brass Band, a Csobogó Együttes, a Kalus Trió, a Tücsörzenés Színpad, és még sokan mások voltak hallhatóak, és kiváló koncertekkel készülünk a jövőben is, és természetesen készülünk az őszi programokkal. Már az Agora mozi is üzemel. A mozisok országos szövetsége pályázatot hirdetett a koronavírus helyzet alatt bezárt és ellehetetlenedett városi mozik megsegítésére. A megnyerhető támogatási összeg segíti az intézményeket az újranyitásban és a kárenyhítésben. A programjaink ugye szépen lassan visszaállnak a régi megszokott mederbe. Azt mondhatom önöknek, hogy a mozi az zavartalanul működik minden délután.
és nagy örömünkre szolgál az is, hogy a Mozik Országos Szövetsége támogatni kívánja a kulturális központban működő kis mozinkat, ami azt jelenti, hogy annak a kötelezettségnek kell eleget tegyünk, hogy a mozi műsor 30%-a kell magyar filmekből álljon, és hogyha ezt teljesíteni tudjuk, akkor egy komolyabb anyagi támogatással, egy pályázati forrással segítik visszaállítani a mozit a régi megszokott menetrend szerint. Mindenkinek azt mondom, hogy vissza a moziba, és 2020. július 2-től 29-ig a Magyar Film hónapját tervezzük megvalósítani itt a kulturális központban. Számos magyar film lesz elérhető. A pályázat célja, hogy a magyarországi mozik segítségével népszerűsítsék a magyar filmeket és a magyar koprodukciókat, valamint, hogy visszacsábítsák a nézőket a vászon elé. A szekszárdi Agóra mozi a pályázati kiírásnak megfelelően 1 450 000 forintra pályázhatott, amiből 20% önrészt kellett vállalnia, így a támogatási összeg 1 160 000 forint lehet. A Vissza a moziba felhívása a Magyar Filmek hónapjává tette júliust, így az Agórában is látható lesz több magyar film is.